Érdekes, nem? Hogy Balázs, ezt a rollert már egyszer bemutatta, de miért csinálsz két videót ugyanarra a rohadt rollerre, de aztán rájöttek, hogy gyikok. Hát nem ugyanarra a rollerre van szó, skacok, hanem egy másikról. Ugyanis az előző, amit bemutattam nektek, ez itt a Kugó S1. Ez pedig, srácok, ez itt a Kugó S1 Pro. Ugye ismétetlen elérkeztünk az a problémához, hogy valamilyen terméknek ki kell adnunk egy Pro verziót, mert ad egy, azért több pénzt tudunk elkérni. Ad kettő, kicsit fellángoljuk magát a terméket, ami eddig volt, és most kezdett kicsit lemenni ugye az eladásoknak a száma, hogy bum, tessék, van egy Pro modell, gyerekek, vegyétek azt, de van egy nem Pro modell, és az olcsóbb, vegyétek azt is, és akkor egy kicsit fel lehet pörgetni ugye az embereknek az érdeklődését. Ez mind szép és jó. Kivéve akkor, hogyha a Pro termék és a sima termék között annyi a különbség, hogyha nem tudod, hogy mit kell nézz, akkor nem látod. És ebben az esetben konkrétan erről van szó. A Kugó S1 Pro egy 30 km-es hatótávolsággal, 30 km/h maximális sebességgel rendelkező elektromos roller. Csak úgy, mint az előző verzió. A lábtérnek a hossza ugyanannyi, ugyanúgy felhúzható és összenyomható ilyen kormányrúdja van, ugyanolyan módon kell összecsukni és szétnyitni a rollereket, ugyanolyan konzol van rajtuk, egy-egybe ugye azt az információt közlik le, ugyanúgy gáz és fékkar, ugyanúgy be tudjátok hajtani a kis kormánylibbencseket, minden retkesül ugyanaz, kivéve egy-két apróságot, amit meg tudunk említeni egyébként közöttük, és a mai nap ezekről szeretnék beszélni, mert hogyha érdekel titeket, hogy a most elhangzó egy-két plusz funkción kívül mit kell még erről a rollerről tudni, nézzétek meg annak a rollernek a videóját, ami konkrétan ennek az elődje. Ugyanaz. Egy az egyben. Mi történik? Ja, valaki söpör gondol. Már harmadik különböző villamos, kurva jó. Az egyik hatalmas különbség, hogy a Pro-nak az egész lábtartó felülete ezzel a csiszolópapírral van bevonva, míg a sima S1-nek csak egy kis csík a közepén. És hogyha már a padozatnál vagyunk, akkor így látszik, hogy így a négy sarkánál vannak ilyen prizmák, amik visszaverik a fényt, így kevesebb az esély, hogy elcsapnak este. Sikerült fixálniuk a legnagyobb problémájukat az előző darabbal, és egy kicsit jobban megdől az eszköz, tehát nem fog eldőlni akkor, hogyha letámasztjátok, csak azért, mert gyárilag szarul van kitalálva. Ez szerintem a legnagyobb újdonság benne, és ez a kedvenc újdonságom egyébként. Illetve a kerekek is máshogyan néznek ki. Az első kerék az lyukacsokat kapott, a hátsó kerék meg amellett, hogy lyukacsokat kapott, vastagabb és határozottabb lett, illetve hogy nézem, a gumi, ami rajta van, az sokkal komolyabb barázdákkal van ellátva. Így azt mondom, hogy a Pro egy kicsit, egy minimálisat jobban fog tapadni az útra, mind első és hátsó kerék szempontjából. Illetve a lyukak, azok ugye nem csak dizájnba lettek belefúrva, mert annak semmi értelme nem lenne, hanem ez még egy plusz ilyen nagyon minimális felfüggesztési előnyt is ad ezeknek az abroncsoknak ugye az előző generációval szemben. Literálisan ennyi különbség van a kettő között? Ez nem igaz. Balázs, miért hazudsz az embereknek? Ezt teszem fel magamnak, ezt a kérdést minden egyes alkalommal, amikor megszólalok. Ugyanis, hölgyeim és uraim! A Pro mellé kapsz egy hordozótáskát. Hát nem zseniális. Szóval, amennyiben azt mondjátok, hogy hú, én feltétlenül szeretnék a nagyon minimálisan fejlesztett útstabilitás és mondjuk esős időben jobb tapadás biztosító deck, illetve hordozó tatyóért pluszba kifizetni egy ilyen 5-10 ezer forintot, tegyétek. Mindenki másnak azt mondom csak, hogy a sima S1 az egy jó roller és megéri. A Pro az csak azért létezik, hogy megpróbálják eladni ugyanazt a terméket 10 ezer forinttal drágábban. De amiben nektek tetszik, hogy a Pro az egyébként mit tud, és tetszenek ezek a plusz funkciók, senki nem fog titeket leszólni azért, mert megveszitek. És most ha valaki kihalkarakozóan akadni, de Balázsból azt is csinált egy videót, és nem is mondod el benne, hogy pontosan mit tud a roller, gyertek!
gyertek és elmondom nektek szépen, gyorsan, sorban, hogy pontosan mit kell erről tudni, megint el akar dőlni ez a szar. Jézus kialakítása sokkal inkább hasonlít egy általános, utcai, sima, nem elektromos rollerre, ami számomra egy sokkal pozitívabb megjelenést biztosít, mint a nagyon futurisztikus új elektromos rollereknek a megjelenése. A felső konzolon láthatjuk a sebességünket, akkumulátor töltöttségünket, illetve különböző adatainkat. Utazni lehet egészen kellemes, az úttartása jó, és a felfüggesztések, amik az első és a hátsó keréken találhatóak, kielégítik azt a hiányt, amit ugye a felfújható kerekeknek a puhasága adna, hiszen ezek a kerekek tömör gumiból készültek. Kértek még valamit? Szeretnétek, hogy belevilágítsak a lámpával a kamerába? Tessék, srácok, hogy világít? Azt a paszta cipé paszta. Viccen kívül, amikor megjött és kipróbáltam, és rájöttem, hogy konkrétan nincsen különbség közöttük, azt hittem, én vagyok a hülye. Azt hittem, hogy csak nem találom meg azt a különbséget, amit az orrom előtt kellene, hogy így heverjen, és nem. Szimplán csak nincs különbség. Ha tetszik a Pro, vedd meg a Prót. Ha azt mondod, hogy szeretnék akciósan venni Prót, vedd meg a nem Prót. Ha pedig azt mondod, hogy szeretnék akciósan venni nem Prót, akkor nem tudom, akkor már neki leakciózzák valahol. Istenem, nem vagyok én mindenható. A Kugo S1-et a Geekbuying-tól kaptam. A Kugo S1 Pro-t pedig a Geek Maxi-tól, tehát még csak nem is ugyanaz az oldal küldte nekem. És valószínűleg a Geek Maxi most nagyon mérges lesz, amiért megtudják, hogy Balázs, a videódban nem pozitívan mutatott be ezt a rollert, amit küld, de egyébként igen, ez egy jó roller. De az is egy jó roller, és ez drágább azért, mert erre rá van írva, hogy Pro. Sőt, nincs is ráírva, ez lenni a poén. Tehát, hogy ott egy Kugo logó, ott egy másik fajta Kugo logó. Hol vannak a bírólok, Balázs? Miért az árulban van a bíró? Szóval bármelyik roller elnyerte a tetszéseteket, nyugodtan kattintsatok a linkekre a leírásban, és tekintsétek meg őket, hogyha pedig tetszenek, akkor rendeljétek meg őket. Ezzel nem csak engem segítetek ki, de akár magatokat is egy remek elektromos rollerhez jutottatjátok hozzá. Nyilvánvalóan megijesztetiteket az, hogy úristen Balázs, hogy a büdös francba fogom én ezt mondjuk megkapni vámolás nélkül? Ami egy nagyon jó kérdés, és a válaszom az, hogy nyugodj meg, európai raktárról kapod, itt van körülbelül 4 napon belül, és nem kell vámoltatni. Mind a kettő az enyém egyébként, és nem adom el egyiket sem. Úgyhogy, hogyha valami gáz lenne az egyikkel, másikkal, az mindenképpen meg fogom említeni valamilyen videóban. De ameddig ez nem történik meg, addig vidáman használom arra, hogy bejárjak vele a munkába. Oké, szuper, tudjátok mit, lehetek jók, és sziasztok, bye, hello, hello, sziasztok, hello, sziasztok. Metro. No.